raktai. Várja, beleugat az orvos és a telefonomba. Hát mint például, én nem dolgozok, tehát mindig vele tudok lenni. Amíg te dolgozol, én ott vagyok veled. Mi az, hogy kerekebb? Hát most hogy mondjam máshogy, kerekebb. Erősebb, izmosabb testalkatú, most nem akarom kimondani azt, hogy dagadt vagy, hát... Most nem, jó, hát figyelj, én nekem te így vagy jó, ahogy vagy jól, ilyen testesen, ilyen kiszálkosan. Ez nagyon kedves volt. Tudom. De itt most az őszintesség a lényeg, nem őszintének kell a feleségem fizetni. Én sem mutattam még egyébként a sofőrülat Márióta, jól emlékszem, nemrég ismertem meg őt. Üdvözlöm, Márió. Oliver vagyok, de semmi baj. Egyébként üdvözlöm. Hello. Mi van? Mi? Mondjad! Hát megkérdeztem, hogy mi van. Semmi. Na. Mikor lesz az esküvő? Nem tudom. Nem vagy, már nem vagytok együtt, úgy gondolom, értem, széjjel mentetek, aha. Uh-huh. Na hát, ez szomorú. Jó van, hát attól még lehet esküvő, csak nem vele. Hát mondjuk velem. Nem. Nem? Persze. Persze. Hát nem jól mondom? Nagyon. Na. Majd találkozunk, csak főhittalak, hogy hogy vagy, de hát úgy látszik, nem örülsz nekem. Pedig nekem hát szoktak örülni. Ki? Hát az emberek általában. De, ha felhívod őket? Igen. Te neked örülnek? Igen, én nekem örülnek. Igen. Igen, nekem szoktak örülni az emberek. Igen. Igen, hát most... Mi ezen a meglepő? Igen, itt vagyok hát a kórházban. Hát egy kicsit fura, de... Ja, hogy fura, hogy nekem örülnek az emberek, mert neked nem szoktak örülni az emberek. Hát, most nem mondtam, de... Nem. Hát jó, van, mondtam volna, hogy oda megyek a izé bótba. Aztán meg... Fegyek a főpubliknál. Hát jó, van. Nem tudom, én jól vagyok itt a urat, kérdezem. Várja, beleugat az orvos és a telefonomba. Ajja, hát nem hagynám. Milyen orvos? Nem, itt vagyok a kórházban, és nem lehet már telefonálni nyugodtan. Jaj, mert mi bajod van? Nekem? Semmi, egy gyógyszerem, én jöttem, de inkább átmegyek a másokba, itt ilyen idióták dolgoznak. Jó van, na. Leraklak, jó. Figyelj, el tudod értem jönni? Most nem akarok itt taxit rendelni, mert tudod, hogy nem vezetek. Itt vagyok a CSOS-nél. Melyik az a központi? Elviszem, uram. Plasztikás, nem, köszönöm, én értem a feleségem. Jó, na. Oké, megyek. Jó. Jó, itt várlak, bent vagyok a melegbe. Oké, hello. Itt beszélgetek valakivel, szevasz. Oké, hello. Hello. Hello, szia. Hát te? Hogy őt érted, mó? Ja, te vagy, az jó van. Nem ismertelek ebben, meg ebben a nylon zacskóba. Na, ez egy ruha. Azt mondtam én is. Lehetünk? Ja. Kocsival vagy? Vagy valami jármű? Vagy gyalog? Kocsival. Gyalog jött? Jó van. Persze, gondoltam a háton elviszlek. Jó van. Na, majd pár kérdést akarok főtenni, meg elmondani. Jó. Kitaláltam itt, hogy foglalom magamat bele a mondatokba, mondatokat, megfogalmazom magamat, ha én vagyok a mondat. Uh-huh. Ballagj előre nyugodtan. Nehogy kormos legyen itt a nadrágom. Milyen? Kormos. Dehogy. Te kipufogod. Na, erre. Várj, ennek az autónak nem tudjuk kiszúrni a kerekét.
Nem. Jaj, pár dolgot akartam itt mondani neked, csak zavarba gyűjtem, megmondom neked az őszintét. Na, itt van a Thomas Hufnagger, akkor lehet, hogy még be kell hozzá mennem. Na, most akkor nem vagytok már együtt azzal a jó emberrel? Mi ne lennénk együtt? Hát te mondtad, hogy nem vagytok együtt. Nem mondtam ilyet. Mi az lett volna az első kérdés, hogy összekössük-e mink az életünket? Hát nem. Ideiglenesen ilyen próbálj el. Biztos, nem. Hogy benne? Biztos. Hát én többet tudnék neked nyújtani, mint az a jó ember. Igen? Hát... Mint például? Hát mint például. Én nem dolgozok, tehát mindig veled tudok lenni. Amíg te dolgozol, én ott vagyok veled. Baszol, tehát akkor én dolgozok, és én tartalak el téged. Hát én olyan háztartásban életnék, csak nem takarítanák, még nem főznék. Hát, akkor mosni legalább mosnál? Nem tudok mosni. Ja, hát nem olyan nehéz azt. Hát jó, hát tudom, hogy kell indítani, csak nincs hozzá energiám, meg kapacitásom. Aha. Még én is azt csináljam. Még már azt is én csináljam, na. Úgy akarom mondani. Hát, mert mit csinálsz amúgy? Hát mit csinálok? Hát van egy bejárónőm, az takarít. Ennyi. Ja, hogy neked bejárónőd van. Igen, azt tartja rendben a lakajkocsimat. Aha. Hát akkor nekem nem kéne semmit se csinálni, nem? Neked? Uh-huh. Hát, hogyha jönned velünk a Terike, akkor nem, nem. Jaj, mert fel is akartam hívni, csak nem tudom, a városban van a Gizikét, mert akkor ő is takaríthatna nála. Ő csípó. Vele is össze akartam házasodni, így. Gizivel? Gizikével, ja. Ja. Biztos én is tetszettem neki. Hát öregebb nálam, de hát most mondom, a szerelem nem ismer korhatárlókat, amit megmondták is a nagy emberek. Hát igen, ez így van. 23 évvel idősebb nálam, tehát... De nem most sokan. Igen, mondja. Miért közétek? Mi? Hát a Gizike. De miért? Hát mit? Hát nem akart velem összegyűnni. Miért? Mit miért? Miért nem? Hát mert nem, mert azt mondta, hogy hát ugye ő férjes ember. A Gizi? A Gizi csak börtönbe van, ja. A férje? Vácon, igen. 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 Na, ennyi volt a tankolás? Hát most csak 3000 óta. Na, mennyi vissza, megtankolom neked. Nehogy már itt félig üres tankkal menjél el. Azt hiszed, majd én itt a showherkede, persze. Ti is annyit segítettetek most, hogy tőlem is visszakapjátok, tőlem is mindent. Na. Tessék. Mehetünk. Hát nem igazán tankolt. De 1700 tankoltam bele. Ja. Ennyi volt nálam. Azt hittem már megint szélyel mentek a bobba, mert olyan jó volna. Most ugye őszintén kitárulkozok elébet. De nem életek TikTok össze, hát. De ez te is. Mert nem, mert az egy kocka, te meg azért terebélyesebb vagy. Mi az, hogy terebélyesebb? Hát kerekebb, na. Úgy értem. Mi az, hogy kerekebb? Hát most hogy mondjam más, hogy kerekebb. Erősebb, bizmosabb testalkatú, most nem akarom kimondani azt, hogy dagadt vagy, hát. Most nem tehetsz arról, te is... Nem, hogy dagadt vagyok. Nem mondtam. Nem én mondtam. Hát most mondtad. Azt mondtam, hogy nem tehetsz arról, hogy főszedtél magadra itt a stresszes hónapokban pár 10 kilót, tehát is. De ezt kérem magamnak, én nem vagyok. Nagyon magam. Helyes kérdés ki, de ez a jó, hogyha így elfogad téged, hogy ilyen vagy. De milyen vagyok? Ilyen, hát. Tehát én nem hallottam olyan. Én ezt, azt azért mondom. Mit? Hízáson kívül, jaj, hagyjuk is. Ne is beszéljük mink róla a róla. Kitől hallottam? Nem akarok, egy-két embertű. Kitől? Egy-kettőtől, nem ismered. De mit hallottál? De nem ismered őket. De mit hallottál? Hát ugye azért te is szeretsz azért. Mit? Hát... Hogy azért hallottam, hogy nem egy
Egyszer-kétszer voltál te is a botelbe egy ilyen pásztorórára, úgyhogy... Ki? Te! Ezt hallottam, képzeltem, mondom. Nem akartam elhinni, de aztán mondják, hogy ez az igazság. Hát mondtam, jó van, akkor én hiszem, hát... Kivel voltam? Hát nem, én azt nem tudom, azért mondom, hogy mi, hogy... Hogy én úgy gondolom, idegenekkel, de hát mondom neki, jól is teszed, amúgy is most pénz szűkében vagytok, építkezés van, gyerek van, minden. Persze, hogy megcsinálod. Most te ezt tudod nyújtani másoknak. Most más még más. Ezt kitől más, hallottad? Más nő, akinek nem olyan alakja kitől van, mint várja. Mondom, más nő, akinek nem olyan alakja van, mint neked, az meg félmesszeren nő mosautó. Csak mondom, te nem tudsz olyat, mert rád nem jön rád a fürdőruha. Úgyhogy mondom, akkor te elmész a motelbe, aztán Gina az egy-két dolgot. Egy-két hőttő hallottam ezeket, úgyhogy semmi. Kitől? Hát... nem ismered őket. De mondd ki a nevét, légy szíves. De nem ismered őket. De nem értek el, mondd el a nevét. Kiknek? Akitől ezt hallottad. Egy-két ember nem fontos. De fontos. Hát például a rendőröktől hallottam, hogy... Rendőröktől? Rendőröktől hallottam, hogy összejárkáltatok egy-két rendőre. Csak így hallottam, így mondásból. Vigyél már a lakásomhoz, légy szíves. Hozzuk ki a halálfára? Aha. Vagy figyeljél, jó, itt bemutatkozok a többieknek, ha te van itt valaki. Na, hát de nem kell szégyenni, hogy te ezt csinálod, most tudod hányan csinálják még ezt nőként. De mit csinálok? Hát mit? Hát hogy a... Bocsánat. Hát hogy ilyen dolgokat csinálsz. Na. Ha hova mész? Hova megyen? Addig nem állok, mert még nem mondod el, hogy mit hallottál és kitől. Hát rendőröktől, hogy azért te is szeretsz... izgalmakat kép. De nem ez az egyik, hogy te megcsalod a bobot. Ráadásul pénzén mondom, az még rendben van, mert mondom, te ezzel tudsz szolgálni. Mondom, hogyha szép nem vagy, legalább jól is csinálod. Szóval nem vagyok szép. Nem, ezt mondtam, egy szóval nem mondtam. Mondom, itt sem ruha teszi az embert, mert itt nem ruhába csináljátok a dolgot, mondom. Ja, bár a nylon ruhádból gondoltam. Mit? Hát ez, hogy te mit csinálsz, az, meg amit hallod, azt el sem mondom inkább. Neked. Figyelek, mondja. Ne, de hagyjad már. Mondd el. Nem akarom elmondani. Mondd el. Hát, hogy azért te is szeretel a, érted? Mit? Hát a pohár fenekére nézni. Amióta Bobbal vagy együtt. Ezt hallottam, ezt így mondták nekem, mondásból tudom. Mondom, igen, de megmagyaráz mindent. Mert nem tudod elfogadni önmagad, hogy te nem egy gyönyörű, szép, ilyen sovány modellalkat vagy, hanem egy testesebb házi asszony. Mondom ezért. Így szebbnek látod magadat, gondolom, pár liter után. Nem vagy éhes? Nem. De ezeket hallottam. Jó, én ezt nap mindjárt jövök. Egy-két dolgot még, de hát azok nem számottevőek ezek mellett, ugye? Mit? Hát az a napi 3-4 doboz cigaretta, amit te ugye képes vagyol elszívni. Parfüm. Nem kell semmit. Megnézem, van itt valami rendes ital? Kezét csókolom. Hello, figyelj csak, szeretnék kérni egy hamburgert, meg nem legalább tudom, vodkátok van. Legalább itt nekik a létszíve. Na mondom, hogy iszik. Fogd be. De ez az igazság, tessék, de már titkolni sem bírod, nem az, hogy otthon a sarokban. Itt eljössz egy ilyen helyre, és itt is ezt csinálod. Elnézést kérek. Vodkájuk van esetleg? Szerintem van egyébként vodkájuk. Rendben, akkor kettőt kérek szépen. Két vodka és egy hambi. Legyen kettő hamburger, kettő vodka.
Meg mi van még itt? Ja. Ezek lesznek. Most csak ennyi? Ja. Jó. Rendben, hozz most egy pillanat. Megköszönöm. Meg hát ezekkel a magas sarkú cipőkkel próbálod itt a kisebbségi, tehát testbeli kisebbségi komplexusodat, hogy rejtőztetni, ez is azért. Uh-huh. Persze én nem akarok itten. Jó, hát figyelj, nekem te így vagyol jó, ahogy vagyol, ilyen testesen, ilyen iszálkosan. Ez nagyon kedves volt. Tudom. De itt most az őszintesség a lényeg. Nem őszintének kell a feleségem fizetni. Nem őszintének kell lenni. Minden az iszámlászom. Iszámlászom, minden igaz? Így van. Tessék, parancsolj. Ezt megköszönöm, legyen szép napjám. Köszi, hello. Ezért napotok. Hello, hello. Hát, jó lenne. Ezek után most már, hogyha abba hagyni az ivászatot, minden jót. Szép napot. Ja, az lesz. És ahogy már megsértő, hogy én ezeket csak hallottam. Uh-huh. Csak még mindig nem mondta le, hogy kitől. Rendőröktől, takarítónőktől, emberektől mondom. Tehát, hogy neveket, mondok neveket. Ismerős neked az Alexis? Igen. Alexis, rendőr. Igen, ő mondta. Tőle hallottam, mint mondásból. Uh-huh. Ugye, hallott, hát még ugye a Cyberbe is, az Antonio is miket mondott rólad, hogy te mit csinálsz? Mert mondom, őszinte lesz veled és velem is, én kitárulkozok itten előtted. Uh-huh. De én nem titkolom azt, hogy én sokáig azt hittem, hogy a Balaton nem létezik, utána meg azt hittem, hogy egy vízesés, de... Uh-huh. Ne mondd itt az Antonio mesél, hogy ezért te is. Úgyhogy... Hát ez, mondom, szomorú, de hát ez van. Nem lehet mit csinálni veled sem. Mondom, talán segítene, hogyha lefogynád, de te is azért szeretsz, ugye, enni, inni. Hát nem? Aha. De most hova furikázunk, hogyha szabad kérdezni? Nem tök mindegy, ez nekem. Hát, mondhatnám, hogy igen, de igazából nem, mert itt vagyok veled. Jó, hát mondom, én nem sajnálok tőled azt a két csorintot se, azt a két kortyot, még semmit nem sajnálok tőled, hogyha... Sokat segítettetek nekem, mondom, elnézem. Na, szállj ki, azt nézve a többiekhez. Most itt hagyol engem? Ja, megyek. Hova? Nem, tök mindegy. Ja, mész italozni, vagy mész a motelbe? Aha. 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 Jó van. Sejtettem. Így már nem is aktuális az ajánlatom.